Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Navablak, új ügyintézési lehetőség Szentendrén. Baleset, gyalogost gázoltak ma reggel Csobánkán. Influenza, még nincs járvány, de érdemes figyelni a tünetekre. Megnyílt ma a térség első NAV ablaka a Szentendrei kormányablakban. Ezzel bővült az elintézhető ügyek lehetősége a magánszemélyeknek. A hivatalos átadó ünnepségen jelen volt Tamásné Cineget Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Tarnai Richárd, Pest megyei kormány megbízott, Hadházi Sándor a térség országgyűlési képviselője, valamint dr. Minya Mihály dandártábornok, a Pest megyei Nemzeti Adó és Vámigazgatóság igazgatója. Ünnepélyes keretek között nyílt meg a térségben elsőként a NAV ablak a Szentendrei kormányablakban, ahol a magánszemélyek intézhetik adószámmal, kártyával és folyószámla egyenleggel kapcsolatos ügyeiket. Egyszerűen és magas színvonalon kapnak felvilágosítást a területen élők idén januártól a NAV ablakban, mondta el megnyitó beszédében Tamásné Cinege Csilla, adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár. A Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködésében a kormányablakokban 64 új helyszínen nyílik ettől az évtől kezdve ügyintézési lehetőség. Ugye ezek plusz helyszínek. Egyébként még tavaly 117 helyszínen volt jelen ügyintézéssel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, úgy ebben az évben ezek az ügyintézési helyszínek, ennek a száma 181-re bővült. Azok az ügyek, amiket intézni lehet, azok nagyon széleskörűek, hiszen a legáltalánosabb tájékoztatástól kezdve a bevallások átvételén, a kérelmek átvételén keresztül a folyószámla ügyintézésig széleskörű ügytípusokat és számos ügytípus lehet intézni, és hát persze ezek közé tartozik az is, hogyha valaki vállalkozást akar kezdeni, akkor a bejelentkezéssel kapcsolatos kérdéseire, ezzel kapcsolatos ügyintézésre is választ kap. Újra fel kellett építeni az állami szolgáltatási rendszert, hogy az ügyfelek egy helyen tudják ügyeiket intézni. 2010 után kezdett újra formálódni a rendszer, amikor létrejöttek a kormányhivatalok, mondta el Tarnai Richárd, Pest megyei kormány megbízott köszöntőjében. Mi az állam részéről nem diktátumokat szeretnénk mondani, nem azt szeretnénk megmondani, hogy ki hogy intézze az ügyét, hol intézze az ügyét, hanem mindenhol adjuk meg a lehetőséget, ezért szüntettük meg egyébként a rökközkötöttséget, tehát az, hogy csak egy településen, mondjuk a lakóhely szerinti településen lehet ügyet intézni, bárhol lehet Soprontól Nyíregyházáig, akár Szentendrén is ügyet intézni. Azokat vettük előre, ahol nagyon nagy az ügyfélforgalom. Ugye értelemszerűen Szentendrére nem csak a megyében vagy a járásban lakók jönnek, hanem olyanok is, akik mondjuk a fővárosban érkeznek más megyéből, az ország távoli pontjáról, vagy akár határon túli magyarokról beszélve, határon túlról is, és beugranak egyébként ügyet intézni, mert hogy gyorsan el tudják az ügyeiket intézni. Ezért a leterheltség is sokkal nagyobb. Magyarul igény is van, és hogyha igény van, akkor ennek a kielégítése elsődleges feladatunk. Itt pedig a lehetőség adott, úgyhogy ezért választottuk többek között Szentendrét. Az állami bevételt jelentős mértékben meghatározzák az adók, ezért fontos a hozzájuk kapcsolódó ügyintézési rendszer egyszerűbbé tétele a térség országgyűlésének képviselője szerint. A személyes ügyintézésnek az az előnye, hogy helyben meg tudják beszélni az adott problémát vagy kérdést, és addig tart ez a megbeszélés, amíg nyugvópontra nem kerül. És azt követően pedig az ügyfél tudja intézni a maga dolgát, tudja, hogy mi a teendője, kell-e adót fizetni, nem kell, milyen kedvezmények illetik meg őt, milyen részletfizetési lehetőségek vannak, milyen egyéb részletek vannak. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos az adózó számára elsősorban, és fontos persze az állam számára, mert az adóbevételeket szeretnénk minél nagyobb pontosággal beszedni. Bizonyos felmérések vagy sejtések alapján körülbelül még egy olyan 20% kintlévőség van.
Na most, hogyha ezt a kintlévőséget sikerülne csökkenteni, akkor értelemszerűen tovább lehetne csökkenteni az adók mértékét. Az új ügyintézési helyeken az ügyfelek például bejelenthetik, adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeket, beadványokat, kérhetnek csekket, nyomtatványokat, rendelkezhetnek állandó meghatalmazottjukról, és a NAV segítségével kijavíthatják, önellenőrizhetik a bevallásukat. Nem csak a folyószámla aktuális állásáról, hanem szinte minden témakörre kiterjedő tájékoztatást kérhetnek és kapnak a NAV szakembereitől. Ez egy új feladatkör, ami nem a járáshivatal feladatkörébe tartozik. Mi helyszínt és infrastruktúrát adunk ez a feladathoz. Tehát a személyzeti részét, tehát a munkaerőt azt a NAV adja. Egy olyan tapasztalt NAV-os kolléganő van itt, aki korábban is ezzel foglalkozott, tehát szerencsére semmilyen betanulási időre nincs szükség, hanem ismeretekkel rendelkező kolléganő tudja elirányítani az ide bejövő ügyfeleket. Amit a járáshivatal ezügyben hozzátett a NAV munkájához, az a helyszín biztosítása, az informatikai háttér, illetve a gépek egy része, amire alkalmas a jelenlegi kormányablak, a felújított kormányablak alkalmas rá, rendes ügyfélfogadási időben, ha bármikor fölkeresnek minket, ami még ugye ugyanaz a totem, tehát a behívó rendszer az ugyanaz, illetve az ügyfélszolgálatnak a fogadópultja, tehát aki bejön és a NAV ügyben érdeklődik, azt egyből tudja a kolléganő néhány szóban irányítani az ügyfélfogadópultnál, és a behívó rendszer segítségével a NAV-os kolléganőhöz irányítjuk. Az új ügykör elérhető a Szentendrei kormányablakban, a járási hivatal épületében, a Dózsa-György út 8 szám alatt. A pontos nyitvatartás elolvasható a www.kormányablak.hu weboldalon. Két baleset is történt az elmúlt napokban Pomáz közelében. Január 7-én vasárnap délután Pomázon, a Csobánkai elágazás közelében felborult egy gépkocsi. A szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járművet, valamint a mentőket kérték a helyszínre. Ezt követően ma reggel halálos közúti közlekedési baleset történt 6 óra 16 perckor, Csobánka külterületén, az 1111-es és az 1109-es utak kereszteződésében, tudatta polisz.hu. Az elsődleges információk alapján egy személygépkocsi eddig ismeretlen körülmények között elütött egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés ideje alatt forgalomkorlátozásra nem volt szükség. Szavazatszámláló bizottsági tagokat vár Szentendre város helyi választási irodája. Február 15-ig azok jelentkezhetnek, akik szentendrei lakóhelyű választópolgárok. A szavazatszámláló bizottságok három tagját és a szükséges számú póttagokat Szentendre város önkormányzatának képviselőtestülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. Arról, hogy ki nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak, részleteket a város weboldalán olvashatnak. A 2018-as évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes. Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag erre a célra rendszeresített jelentkezési lap nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati és szervezési irodájánál. A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-éig kell eljuttatni levélben Szentendre város helyi választási irodájának címezve a 2000 Szentendre Városháztér 3 szám alatti címre. Többekben felmerül a kérdés, kérjék-e az influenza elleni oltóanyagot? Az influenza még várat magára. Szerkesztőségünk annak járt utána, milyenek a betegség tünetei, szövődményei és milyen a megfelelő kezelés. Mi a különbség az influenza és az egyszerű nátha között?
Az influenzás megbetegedések és a megfázás vagy nátha között az egyik legjellemzőbb különbség, hogy még az influenza panaszai hirtelen jelentkeznek, addig a náthás beteg állapota lassan rosszabbodik. Az influenza esetében igen magas láz alakul ki, erős fejfájással és végtagfájdalommal, ugyanakkor rendszerint tüsszögés nélkül. Az előző évekhez képest egy javuló tendenciát láttunk, legalábbis mint a praxisban, de ahogy beszélgettem kollégákkal, ők is ezt mondták, hogy egy picivel több volt. Ez fontos is, mert ha eléri egy bizonyos százalékot a átoltottság, az tud gátat szabni egy nagyobb-nagyobb járványnak. Ami most van, ilyen vírusos fertőzések, ezek még nem influenza, illetve még nem mutatták ki. Ez mindig úgy történik, hogy vannak olyan körzetek, akik figyelik az átlagostól jobban ezeket a felső légúti hullatos betegségeket, és ők tudnak beküldeni mintát, és ez alapján történik az influenza vírusnak a kimutatása. Felső légúti hullatos betegséget okozó, magas lázon járó, kellemetlen tüneteket okozó megbetegedések azért vannak már most is, de hát ennek sajnos itt van a szezonja. Ebben a nagyon változékony időjárásban ez majdnem, hogy természetes. A megfázásnál alacsonyabb láz vagy hőemelkedés alakul ki rendszerint. Nem jellemző tünet az izomfájdalom vagy a fejfájás, ugyanakkor vezető panasz lehet a tüsszögés. Teljes mértékben hagyományos módon zajlik, erős végtagfájdalmakkal, magas lázzal, és ez a láz egy 3-4 napig is eltarthat. Általában az ilyen magas lázas betegségeknek a legnagyobb részét azok vírusok okozzák, vagy valami olyan egyértelmű gyulladás, amit nekünk viszont vannak egyéb általunk is észlelhető tünetei, de a 80-90% az vírus kórokozó. Az e-féle vírusok cseppfertőzéssel terjednek, leginkább iskolában, óvodákban. Barta Zsolt szerint érdemes fokozott figyelemmel és megfelelő C-vitamin bevitellel végezni a mindennapi munkát. Ezek cseppfertőzéssel terjednek, és azért elég könnyen. Nyilván olyan helyeken a iskolákban, óvodákban szokott ez leginkább, ahol a nagyon szorosan vannak egymással, de azért most a több ilyen iroda is van, ahol egy légtérben történik a munkavégzés, és hát ez is segít a terjedésben. Ezek a vírusos betegségek, ezek mindig több időt vesznek igénybe, mert hogy ott a szervezetnek kell elsősorban legyőzni a kórokozót, és nem a gyógyszereknek. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a mi szempontunkból sokszor például egy tüszős mandulagyulladást könnyebben el tudunk kezelni, mert egy megfelelően eltalált antibiotikum az egy-két nap alatt már lényegesen javít az állapoton. Itt viszont az a fontos, hogy megfelelő módon pihenjünk, és időt szálljunk arra, hogy regenerálódjunk, illetve gyógyuljunk. Ennek megfelelően ez sajnos több nap, tehát 5-6-7 napot is el tud ezt tartani. A legtöbb embernek ebben az időszakban a legfőbb kérdés, hogy tudunk-e védekezni az influenza ellen, és ha igen, akkor hogyan? A legfontosabb lenne, és ez a legnehezebb, az a pihenés. Amikor lehet, akkor levegőnt tartózkodni, nyilván nem ebbe a párás ködös időbe, de aki megteheti, az a szabad levegőn. Vitamint érdemes fogyasztanunk, megfelelő táplálkozással is persze ezt be tudjuk vinni, és itt érdemes nem csak a déli gyümölcsökre gondolni, hanem a jól bevált magyar savanyú káposztára is, aminek meg még mindig jó nagy a C-vitamin tartalma. Ha már járvány van, a betegeket igyekezzünk távol tartani a közösségektől. A cseppfertőzés nem feltétlenül köhögéssel, hanem azt nagy mértékben a tárgyak és kezeink közvetítésével terjed. Emiatt nagyon fontos a rendszeres, lehetőleg fertőtlenítő hatású kézmosás. Januári éleslő gyakorlatok. A Magyar Honvédség Altiszi Akadémia izbégi lőterén éleslő gyakorlatot tartanak január 9-től 11-éig, 16-tól 17-éig, ezt követően 22-én, majd 24-től 25-éig és 31-én. Az említett napokon a lőtér területére reggel 6 órától éjfélig belépni tilos és életveszélyes.
Végül a várható időjárásról. Kedden felhős idő vár ránk, estig csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban 0 plusz 6, napközben 7-12 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Megnyílt ma a térség első NAV ablaka a Szentendrei kormányablakban. Ezzel bővültek az elintézhető ügyek a magánszemélyeknek. A hivatalos átadó ünnepségen jelen volt Tamásné Cinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott, Hatházi Sándor, a térség országgyűlési képviselője, valamint dr. Minya Mihály dandártábornok, a Pest megyei Nemzeti Adó és Vámigazgatóság igazgatója. Két baleset is történt az elmúlt napokban Pomáz közelében. Január 7-én vasárnap délután Pomázon, a csobánkai elágazás közelében felborult egy gépkocsi. Ezt követően ma reggel halálos közúti közlekedési baleset történt 6 óra 16 perckor Csobánka külterületén az 1111-es és az 1109-es utak kereszteződésében. Szavazatszámláló bizottsági tagokat vár a Szentendreváros helyi választási iroda. Február 15-ig azok jelentkezhetnek, akik szentendrei lakóhelyű választópolgárok. A kijelölt jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-ig kell eljuttatni levélben Szentendreváros helyi választási irodájának címezve a 2000 Szentendre Városház tér 3 szám alatti címre. Többekben felmerül a kérdés, kérjék-e az influenza elleni oltóanyagot. Az influenza még várat magára. Szerkesztőségünk annak járt utána, milyenek a betegség tünetei, szövődményei, és milyen a megfelelő kezelés. Mi a különbség az influenza és az egyszerű nátha között? Januári éleslő gyakorlatok. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éleslő gyakorlatot tartanak január 9-től 11-ig, 16-től 17-ig, ezt követően 22-én, majd 24-től 25-ig és 31-én. Az említett napokon a lőtér területére reggel 6 órától éjfélig belépni tilos és életveszélyes. Önök a híradót látták. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan a Hét Embere című magazinműsorunk következik, melynek mai vendége Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetője. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásainkat. De ahogy tudják, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!